Fitness park, korszerű gépeket kapott a Gotthard iskola. A tankerület más iskolákban is segíti a testneveléshez szükséges eszközök vásárlását. Gyereknap, többféle programra is várták a családokat, a sportház például kalóztonyává, a sportliget pedig vidám parkká alakult. Díjátadó. Öt kategória legjobb alkotásainak készítőit jutalmazták a Szavária filmszemlén. 205 filmet neveztek a versenyre Határon innen és túlról is. Ez a Szombathelyi Televízió híradója, a műsorvezető Potyondi Nikolett. Jó estét kívánok! Egy fitness parkot adtak át a Gotthard Jenő általános iskolában. Az udvaron kialakított létesítményt a mindennapi testnevelés órákon és szabad idejükben is használhatják majd a diákok. Birtokba vették a tanulók az iskola új fitness parkját a Gotthard Jenő általános iskolában. Ünnepélyes keretek között zajlott az átadó az intézményben, a város, a fenntartó és az intézmény vezetőinek jelenlétében. A korszerű, modern gépekből kialakított létesítményt a fenntartó Szombathelyi Tankerületi Központ finanszírozta az iskola igényei alapján. A gazdálkodásunk eredményeképpen olyan forrásokat tudtunk az iskolák felé megfogalmazni, amelyeket aztán az ő saját elképzeléseik szerint szakmai anyagok formájában, illetve közös beruházások formájában megvalósítunk, illetve folyamatosan valósítunk meg a következő időszakban. Ennek egy nagyon szép példája ez a fitness udvar, amit a Gotthard iskolában 1 millió 725 ezer forintért valósítunk meg. Az iskola nagy hangsúlyt fektet az egészséges életmódra, a sportra. Korábban már egy játszótér is épült az iskola udvarán, ezt inkább a kicsik használják. Az új létesítményt a nagyobbaknak szánták. Ezeket az új fitness eszközöket nem csak a szabad idejükben és a szünetekben fogják használni a gyermekek, hanem a testnevelés órák megszervezése során is. A közeljövőben számos a sporttal és a mindennapos testneveléssel kapcsolatos eszközök vásárlását és infrastruktúrális beruházásokat segíti megvalósítani a szombathelyi iskolákban a fenntartó. Magyarországon május utolsó vasárnapja a gyerekeké, ilyenkor különféle családi programokkal várják kicsiket és nagyokat. A sportházban kalózfesztivál, a sportligetben vidám park kínált szórakozási lehetőséget. Érkeznek a családok a városi gyereknapi forgatagba. A legkisebbek is tudják, hogy ez a nap róluk szól. Az a gyereknap, hogy a gyerekek... A gyereknapon mindent szeretnek. A téren óriás népi játékok, hajóhinta, diótörő és lovagi játék is várta a gyerekeket. Egy nagy játszótéré alakult a sportház. A résztvevők, mint minden évben, most is készültek újdonságokkal. Ami érdekesség, hogy két témakörre fűztük fel a gyereknapot. Az egyik, hogy a kalóz témát választottuk, tehát ezért például kalózmókák, kalóz akadályverseny várja a gyerekeket, és van egy szabaduló szobánk, egy most divatos játék. Egy egészen különleges helyszínen két termet lehet bejárni, és szintén kalóz akadályverseny következtében lehet kiszabadulni majd ebből a szobából. A logikai fejtörők mellett a kézügyességüket is próbára tehették a gyerekek. Készíthettek palackpostát, vagy éppen tutajt növényekből. Emellett elleshették a fazekasság mesterfogásait, vagy éppen origamizhattak is. Kalózsapkát hajtogattunk, újrahasznosított anyagból, tulajdonképpen lejárt újságokból, akár Vasnépe, akár más reklámújság. És mindig azt mondom le, hogy az origami sokféle dolog van, de a játékosság a legfontosabb, ebben még tanul a gyerek. A csoda három napig tart címmel a sportligetben is gyerekprogramokkal készültek. Lufik, körhinták, céllövölde, igazi vidám parkká változott a terület. A nyárias időjárásnak köszönhetően sokan töltötték az időt ezeken a programokon. 1989-től minden évben május utolsó vasárnapján a háborúkban elesett magyar hősökre emlékeznek országszerte. Szombathelyen ezúttal is a március 15-e téren tartottak ünnepséget. Beszédében Horváth Csaba kiemelte, hogy az áldozatok emlékének ápolása mellett ma is védeni kell a magyar határokat az idegen érdekekkel szemben. Köszönöm.
himnusz dallamára ünnepélyes zászlófelvonással kezdődött a Hősök napi megemlékezés. Horváth Csaba felidézte az emléknap történetét, kiemelve, hogy a II. Világháborút követően a hatalmon lévők legfőbb célja az volt, hogy száműzzék a magyar emberek szívéből a hazaszeretetet. Évtizedekig lehetetlen volt nyilvános helyen háborús áldozatokról, hősökről beszélni. Pontosan azért, mert az elesettek példát mutattak hazaszeretetből, kötelességtudatból, helytállásból. Elhangzott az is, hogy Európában ma is háború dúl, amit nem fegyverekkel vívnak a felek. Nagyon fontos megemlíteni, hogy azt a köszöntőben, illetve az ünnepi beszédben is hallhattuk, hogy ma is védenünk kell hazánkat, igaz nem katonai erővel elsősorban, de nagyon fontos, hogy azt a migráns áradat, ami Európát fenyegeti, azt mi mindenképp megállítsuk. Az ünnepség végén a megye, a város, a politikai pártok, valamint a hagyományőrző csoportok, egyesületek az emlékezés koszorúival és virágaival rótták le tiszteletüket a magyar hazáért életüket adó hőskatonák emlékműve előtt. 6 kategóriában választották ki a legkiemelkedőbb alkotásokat az 5. Szavária filmszemlén. A zsűritagok szerint több jelentős színvonalú pályamű érkezett a versenyre. Az Ataru Taiko Japán Dob Színház fergeteges ritmusaival indult az 5. Szavária filmszemle díjátadó gálája. Ebben az évben minden eddiginél többen neveztek, közel 80 órányi anyagot nézett meg a neves filmrendezőkből álló zsűri. A szervező Szombathelyi Médiaközpont idén először várta a versenyre diákok által készített filmeket, közel 60 munkát küldtek a nevezők. A győztes filmet Dudás Balázs készítette, a címe Vidéki Randevú. Gyakorlatilag ez egy vizsgamunka a Filmművészeti Egyetemen, és egy ilyen gyakorlatnak készült. Én azt hiszem, hogy kihoztuk belőle a maximumot, vagy amit lehetett. Ez úgy készült, ez az egész vizsgamunka, hogy szinte 0 forintból, tehát az összes befektetett energia és idő az ilyen diákfilmesként lelkesedésből jött. A filmetűd kategória első díját Winkler Kata kapta. Elveszett idő című filmje az anya-lánya kapcsolatot jeleníti meg. Tinédzser gyermekem van nekem is, és látom, hogy működik ez, hogy tulajdonképpen ez a technika teljesen elveszi a fiataloknak a figyelmét, semmi nem érdekli őket, ami körülöttük zajlik, és valahogy így úgy gondoltam, hogy szeretném ezt megmutatni kicsit ilyen sokkolóan, de úgy érzem, hogy hatásosan sikerült. A kisjátékfilm kategória legjobbja a Kocka ember című film lett. Dombrovszki Linda, Hartung Dávid és Szohár Ferenc munkája azt dolgozza fel, hogy mi történhet, amikor az idős ember képtelen elfogadni, hogy nyugdíjba küldik. A 90-ben érkezett dokumentumfilm közül a győztes, az Álmatlan, az Anna and the Barbies film című alkotás lett, amelyet Porkoláb Norbert, Tanca Norbert és Katona Balázs készített. Ahhoz képest, hogy egy koncertből indult és hogy mi lett a vége, igen, az szerencse, hozzáállás, sok kitartó munka, sok ember lelke ott van benne, tehát hogy nem volt eltervezve semmi. A versenyfilmekből válogatást láthatott a közönség a Szavária moziban, a továbbiakban pedig bemutatkozási lehetőséget kínálnak az alkotóknak a helyi televíziók is. Megszűnt a különbség ma már a profi, a félamatőr és amatőr filmesek között, a filmek között. Ma már egy amatőr alkotó pár százezer forintból képes olyan filmet készíteni, amely a több millió forintból készülő filmen felveszi a versenyt. A filmszemle kategóriáinak legjobbjai pénzjutalmat kaptak a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság jóvoltából. A mezőny idén már nemzetközivé bővült, hiszen a hazai és határon túli magyar nyelvű filmek mellett Szombathely testvérvárosaiból is küldtek 9 filmet az alkotók. Családi napot tartott az Országos Erdészeti Egyesület szombathelyi csoportja. A minden évben megrendezett eseménynek ezúttal a Jeli Varázskert adott otthont. Reggelivel várták az egyesület tagjait és családjaikat a Jeli Varázskertbe. Sült kolbász és vaddisznó pástétomos kenyér volt a napindító menü. Az Országos Erdészeti Egyesület az ország második legrégebbi szakmai szervezete, 3500 tag bevonásával, mintegy 30 helyi csoporttal működik. Ezek közül a szombathelyi az egyik legnagyobb, a maga 170-es létszámával. Az egyesület 10. éve szervez családi napot.
célja, hogy az Egyesület bemutassa a működését, a tevékenységét a tagoknak. Ide eljöhetnek a családtagok, a barátok, ismerősök, és egy ilyen laza majális keretében töltünk el egy szép napot Vas megye valamelyik szegletébe. Voltunk már az Őrségbe, a Kőszegédségbe, a Farkaserdőn, itt Jelében most vagyunk másodszor. Bakó Csaba tájékoztatót tartotta megjelenteknek az Egyesület idei fontosabb feladatairól, tevékenységéről. Ezt követően a szervezők megkoszorúzták a Varázskert emlékházánál az Arborétum alapítója Ambrózi Migazzi István és Bodor Miklós festőművész emléktábláját. Az eseményre ellátogatókat többféle programmal várták. Lehetett célba lőni. Lóki György solymász révén megismerkedhettek az érdeklődők az ázsiai bagollyal, a heriszőivel és a vadászsólyommal. Volt puzzle kirakás is, elsősorban kicsiknek, ahol például az ugrai család minivajnokságot szervezett. Gyermekeim már születésüknél fogva az erdőt járják velem, már pólyáskoruk óta, és az etetésben, akkor egyéb dolgokban, a minap nagyvadetetőt készítettünk. A látogatók több órás túra keretében bebarangolhatták a mintegy 76 hektáros területet, és megtekinthették az elmúlt időszak fejlesztéseit. Ezek célja, hogy az Arborétum márciustól októberig páratlan látványt nyújtson az ide látogatók számára. Rendkívül sok magnóliát telepítettünk gyakorlatilag a világ minden részéről. A legkülönfélébb a magnóliákat hoztuk ide. A másik pedig az lesz, hogy bővítettük a nyír és a narcisz ültetvényeinket, illetve egy hortenziás ültetvényt hoztunk létre. A fejlesztések közé tartozik még a kilátó megépítése és köré cseresznyefák telepítése. Idén eddig mintegy 30 ezer látogatót vonzott a Jeli Varázskert. Tizenötödik alkalommal tartott évadzárógálát a Lorigó Művészeti Iskola. A kis táncosoknak köszönhetően ezúttal két alkalommal is zsúfolásig megtelt az Agora Művelődési és Sportház nézőtere. A Lorigó Táncsport Egyesület szervezésében felügyelete mellett több szombathelyi általános iskolában, valamint óvodában zajlik táncoktatás. A gyerekek a foglalkozások keretében játékos formában ismerkedhetnek meg ennek a művészeti ágnak az alapjaival. Az iskola év végén pedig népes közönség előtt adhatnak számot a tanultakról. Testnevelés óra keretében, vagy délutáni szakkör keretében voltak ezek az oktatások, és hát mindig már hagyományosan ez a 15. év, tehát most jubilálunk, minden éven évvégén készülnek a csoportok egy külön kis koreográfiával, és akkor ezen belül láthatják a szülők, hogy azért valamivel eltöltöttük az időt nagyon hasznosan. Idén a nagyon sok gyermek és még több szülő hozzátartozó miatt két gálát is kellett tartani az Agora Művelődési és Sportházban. Az egészen kezdő apróságok mellett azok a gyerekek is felléptek, akik már versenyszerűen űzik ezt a sportágat. Egyrészt azért is, hogy a kicsik megismerhessék a táncot és többen jöjjenek táncolni, meg hogy nekünk ez így élvezet, hogy felléphetünk. A Lorigó nem titkolt célja, hogy a fellépő ovisok, kisiskolások közül a legtehetségesebbeket leigazolja a Táncsport Egyesületbe, így biztosítva lenne a megfelelő számú és minőségi utánpótlás. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!